Pátrikről fogok beszélni. Ez egy kutatás, amit az egyetemben csináltam Pataki Norbert adjunktusunkkal. És hát kezdjünk is bele. De a káosz kultúra az manapság is terjedőben van, elég ilyen nézőző kifejezés. Hát valójában igazából annyira szól, hogy összefoglalásképpen, hogy csapatként vállal a felelősséget a termékeny teljes életciklus alatt. Ennek pár ilyen pontja, például a fejlesztés, tesztelés, van az üzemeltetés stádium. Persze, akik ciklikusan ismételtetnek, stb., de aki fejleszt, az azért már mind találkozott. Milyen eszközeink vannak? Vannak ugye úgy általában verziókezelő, automata tesztek, statikus analitikus eszközöket, tehát code coverage, vagy akármilyen metrika mérő rendszer, valamint issue trackerek, scrum, kanban tárolás, stb. Emellett még milyen technológiák vannak, például a code review, ugye, amiket arra szoktunk csinálni, hogy lényegében, hát ami statikus analitikusra nem feltétlenül tudunk kiszűrni, nem is antipotternek, hanem például ilyen konvenciók, arra vannak linterek, azokat így közösen megnézzük. Countless integration, azonban ez is úgy nagyjából ismerősen hangzik sok mindenkinek. Az integrációs teszt ugye lényegében arról szól, hogy ha van egy új feature-ek, amit lefejlesztünk, akkor nézzük már meg, hogy az összes többit nem rontotta el, és akkor így ezzel is mondtam, Countless delivery-n arról beszélhetünk még egy csomót, de megérte felírni. És akkor eljutottunk oda, hogy AB-teszt. AB-teszt nem tudom, hogy egy készfenntartásra találkozott. Ó, szuper. Azért elmondom röviden. AB-teszt általában így néz ki, hogy elkészül egy szoftverből, vagy akár egy szolgáltatásból két verzió, A és B. Ezeket így beüzemeljük, és elindítjuk a teszt időszakot, ami alatt valamilyen analitik túllal jellemzően általában a Google Analytics-et szokták használni túlnyomórészt, másra így nagyon nem is tudok hirtelen említésre látod. Ez így gyűjti az adatokat, majd utána lejátsz a tesztelési időszak, utána így kijellemzi ezeket a Google nagyon szép csártokat, amit kb. Senki nem tud értelmezni a fejlesztők közül, de így szoktak lenni ilyen jó dolgok, és utána ez alapján így eldöntjük, hogy melyik verzió nyerte. Van olyan egyébként, hogy már ezek a rendszerek eljutnak oda, hogy így előre megadjuk a metrikát, ami szerint végül dönteni szeretnénk, hogy melyik verzió legyen a győztes, és akkor ő mondjuk szépen kiválasztja. De akkor is utána még van egy elég nagy gap, ez pedig az, hogy tegyük fel, hogy a B verzió bukott el, az A verzió nyert. A B verzió futtató, összes instance-t le kell állítani, és helyébe az összesnek A verziót kell tenni, és akkor a load balance-t is el kell tenni nyugodtan, irányítson az ára, most már az A-nak működő végpontok szerint, stb. És hát mi ezen gondolkoztunk, itt jött az ötletünk, hogy mi lenne, hogy az AB tesztelést így teljesen automatizálnánk. Tehát, hogy amint mi kiadtuk szépen azt, hogy mi milyen lekérdezés kiértékeléssel alapján szeretnénk dönteni, akkor utána az összes ilyen üzemeltetési problémát megoldja helyettünk automatikusan, és sok felé-felé spórol nekünk. És hát voltak is megvalósítási ötleteink. Hát legyen konténerizált. Konténerizált dolgok azért tök jók, mert egy konténer, mint úgy valójában is elképzelünk, egy dobozt valahol lerakunk, és akkor arra lehet rakni másikat, meg lehet mellé pakolni, meg belepakolni, stb. De így ezt a pár funkciót ezt nagyon jól ellátjuk. Hát ilyen tök jó kompakt dolog. A másik az, hogy ezeknek így jó használható API, amit most főleg a Dockerre gondolok, hogy a Docker elég sok nyelven írtak már API-kat, és ezzel a fiatok sok mindent el tudunk velük érni. És ami nagyon fontos nekünk, a skálázás az hagyján, de az, hogy logdrivereket is támogat, ez azt jelenti, hogy a konténerek összes logját ki tudjuk irányítani akár JSON fájlokba, vagy akár Graylog stackekre. És akkor a másik, hogy ezeket a logokat, hogyha már vannak, fel tudjuk használni, tehát nem kell új, külön-külön outputokat generálnunk minden egyes használatkor, stb., hanem a logokból ki tudjuk nyerni az összes információt, amire nekünk szükségünk van. A Graylog, vagy hát a GELF, az egy formátum, amivel a Graylog-gal szoktunk kommunikálni, ez szerintem a dolgok leírására szól. Érdemes után nézni, és akkor ami kell nekünk, hogy egy Graylog szintén konténer fusson, ami valójában egy Elasticsearch, egy kivonal és egy logstash, ami egyszerre van. Csak egy külön felülettel van, talán egy GraphQL API-t, hogy le tudjuk kérdezni az adatainkat, valamint ezek fölött tudjuk számításokat végezni akár táborra. És ami viszont nagyon fontos, hogy a döntés egy előre definiált metrika, vagy egy előre definiált metrika alapján szülessen meg, és ezt tudjuk előre, hogy mi alapján szeretnénk majd kiszámítani. Az, hogy ezt mi számítja ki, ez különbözettől függ, lehet, hogy Python script, mint az esetünkben lesz, vagy akár tök más is.
És akkor mi volt a Proof of Concept megvalósításunk? Hát csináltunk egy weblapot, abban két verziót. Mind a kettőnk volt egy-egy cím, az egyik az a hashtag A-Version Team, a másik meg a vagy a Team A-Version, a másik meg a Team B-Version, és mind a kettőnk volt egy sima gomb, azaz, hogy szeretem, ha megkattintva vagyok, és akkor így arra lehetett kattintani. És amit szerettünk volna az az, hogy a végén meg tudjuk, hogy az A vagy a B-verzión lett több kattintás, ez akármilyen esetek ráhozható lead generálásokra, stb. A valós életben. Király. Na, tehát ez volt, és akkor ezeken a két statikus weboldalon pedig van egy-egy JavaScriptünk, ami szépen igazából csak egy állított, hogy meg tudjuk különböztetni a különböző usereket, ezután pedig a load balancer tesz rendet, hogy most egyik az A verzióra, egy másik ilyen a B verzióra, és hogyha valaki az A-ra jött, akkor mindig az A-ra jöjjön, stb. És a statikus tartalmakat egy egyszerűen egy Unix-el szolgáltuk ki, valamint a click végpontot is, amit meghivatkoztam itt benne. A konténerek logját pedig maga a dockerit szépen felcímkézte A vagy B verzióval, és ezeket végül begyűjtve le tudtuk kérdezni. A tesztindítást, szépen felhangmétel az, mennyi ideig szeretnénk futtatni a tesztidőszakot, milyen query-t szeretnénk a végén lefuttatni, ezeket beadtuk neki, és később a Grail-ottól megkérdezte, hogy mi a helyzet, melyik nyert, majd a Docker appin keresztül a vesztes verziót lecserélt egy győztes verzióra, és ez működött, pedig ki tudtuk próbálni, és konklúzió az egészből az, hogy ez egy működőképes dolog, viszont persze még távol van attól, hogy használható legyen, mert például a megvalósításunk a statikus volt, csak egy gépen futott, sem lehetett módosítani a konfigokat dinamikusan, így csak ténylegesen két konténert lehetett normálisan lecserélgetni most még. És már tovább, Docker regisztrál, hogy Kubernetes, ezek ilyen orkesztrációs eszközök, ilyenek használatára érdemes átállni, sima a Docker API túl, és akkor azon keresztül tudunk így cserélgetni lényegében konténereket, ezekkel akár elművelhet végezni. És hogy meglévő nagy szolgáltatóknak is be lehetne ezt vezetni, például akiknek megvan az architektúrájuk hozzá, például az Amazonnak, simán lehetne egy automatizált AB-tesztel, ők tudnának csinálni saját analitikákat, ugyanígy a Microsoft is, ugye az Azure-rel, és hát a Google, hát ők nekik most jelenleg, ha jól tudom, nincsen ilyen szerverfarm szolgáltatások, mint az összes, mint a megjelenített másik kettőnek, viszont nekik nagyon erős analitikus szettjék vannak. És valójában egy is szerettem volna elmondani, bocs, egy kicsit rohanós lett, szerintem sok mindenről akartam beszélni, és ez a publikáció a Belgrádi Szoftver Minőség konferencián fog megjelenni. Kérdés esetben. Ami fölé ezt a szolgáltatást nem lenne nagy munkra behúzni, nem lehet ki, hogy szeretnék-e lesen.